Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát? És mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik május 27-én. Ezen a napon a hold az indiai asztrológia szerint az Uttarasada holdházban van. Ez a holdház jelenti az álmainkat, a vágyainkat, az elképzeléseinket. Csupán az a fontos, hogy ez ne egy álom maradjon, hanem fontosabb az, hogy ez a terv megvalósuljon. Ehhez fontos, hogy meglegyen a kapcsolat a magasabb énünkkel, és legyen egy kapcsolat a lelkünkkel. Ez különben is összefügg egymással. Amit ez a holdház még jelenthet, hogy mások észrevesznek bennünket, dicsérnek, megkapjuk az elismerést. Ezen a napon a hold és Uránusz bolygó egy nagyon szép kapcsolatban van. Mindez kihat az érzelmeinkre, és Uránusz bolygó hatása alatt lesznek változások, vagy lesz egy meglepetés. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható. Ott az első képen látjuk azt, hogy igazságtalanságok történnek. Az egyiknek mindene megvan, a másik kap ebből valamit, a harmadik ott van a közelben, figyelgeti a dolgokat, de nem kap semmit. Ez lehet egy bírósági ügy, ahol valaki anyagilag kihasználja őt. Ez lehet a munkahelye, hogy sokat dolgozik és kevesebbet keres, mint mások. Vagy benne van egy bizonyos helyzetben, amikor úgy érzi, hogy mindenki megkapja a dicséretet, az elismerést, ő ott van a közelben és nem kap semmit. De változik a helyzet, hiszen látható a fehér paripán, hogy győzelem lesz, a kezében van a bot. És ez a bot jelenti a tűz elemét, hogy ő bátor lesz, kimondja a véleményét, harcol a jogaiért, és ahogy látható, lezárja ezeket a dolgokat, és győzni fog. Az érzelmeit bal oldalon láthatjuk. Itt is a bot a kezében van. Ugyanazt jelenti, mint a felső képen, megvan a tűz eleme, a bátorsága. Az is lehet, hogy lesz egy új irány, ami lelkesíti őt, vagy közeledik hozzád, és a tűz eleme jelentheti a szenvedélyeket is. De mielőtt cselekszik, ott van a halál kártyája, ez lehet ugyan egy örökösödési ügy is, ahol igazságtalanságok vannak, de ennek a képnek van egy szimbolikus jelentése is, hogy ő lezár valamit. Lezárja azokat a dolgokat, ahol nála igazságtalanságok történtek. És mit fog tenni? Látható, hogy elhagyja a könnyek mezeit. Ez alul jobb oldalon látható, a kelyhek utalnak az ő érzelmeire, de ezen a képen szomorúságról és könnyekről van szó, ami jelenti a múltját, de ő ezt lezárja, hiszen hátat fordít ennek. És a másik képen ott jobb oldalon látható már az új irány. Megint a bot a kezében, a tűz eleme, kimutatja a bátorságát, valami lelkesíti őt. Ez lehet egy utazás is. Ott vagy mellette, ő ugyan még nem érint meg téged, de mégis
ott van a másik bot, ami azt jelenti, ott vagy a közelében, veled együtt tervez valamit. Mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán. Ezúttal az L betűről van szó, hogy neked mit jelent az L betű, örülnék annak, ha ezt leírnád a kommentárba. Ami nekem eszembe jut, Lilla, László, Lilafüred és Ló, vagy egy lovas hintó. Ott középen van a régi írásmód, az úgy nevezett rovás írás, és ennek van egy szimbolikus jelentése is, olyan, mint egy sátor. Jelenti az otthonodat, viszont előtte van a kerítés, hogy zárd be a kapudat. Ne engedj be mindenkit az otthonodba. Légy inkább visszahúzódó, és gondolkodj el azon, ki jöhet, vagy ki nem, kiben bízol meg, és kiben nem. A napi kártya alul jobb oldalon látható. A hölgy kezében van egy érem, ami jelenti az anyagiakat, vagy a munkát, a hivatást. Ez lehet egy anyagi segítség, vagy azt is jelentheti ez a kártya, hogy van lehetőséged arra, hogy változtass valamit a munkahelyeden, hiszen lesz egy jó ajánlat, ami értékes számodra. A kép azt is jelentheti, hogy te nyújtod át valakinek az érmét, te segítesz másoknak. Vagy ott van a kezedben az érem, odafigyelsz erre, és tudatában vagy azzal, hogy mit tudsz nyújtani másoknak. Ez a te tehetséged. Vagy lehetnek a belső értékeid is. Azt is jelenti a kártya, hogy te értékes vagy ahhoz, hogy megkapd az élettől azt, amit megérdemeltél, amit szeretnél. A kártya azt is jelentheti, hogy adni és kapni, ez most így egyensúlyban van. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra az L betű, vagy mit jelent számodra ez az érem a kezedben. És meglátogathatsz a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!